A Nemzetközi Báb Fesztivál keretében a héten a Lendvai Művelődési Ház szabadtéri színpadán a Magyarországi Aranyszamár Báb Színház vendégszerepelt a Holt Király Palotája című interaktív mesejátékával. A Magyarországi Aranyszamár Báb Színház 25 éve működő utazó társulat, amely Lendván már több ízben vendégszerepelt. A legutóbb például a nyári bábkikötő nemzetközi bábfesztiválon szórakoztatta a szép számú közönséget. Hát nagyon nagy öröm számunkra mindig itt bármelyik előadással is megfordultunk, nagyon nagy öröm itt lenni, és látni azt, hogy értik és szeretik, amit csinálunk. A színházunk egy apró kis faluba kezdte a pályafutását, a Zselici dombság szívében, Szatinán, és onnan költözött fel 2000-ben a fővárosba, és azóta ott a színháznak a székhelye, és hát azt gondolom, hogy most már a repertoárunkon azért elég bőséggel mindenféle típusú, fajtájú előadás megtalálható, tehát egészen a pici babáktól kezdve, csecsemőktől kezdve, egészen a nagyokig, a középiskolás korosztályig. Ez az előadás, ez a mostani, ennek az a címe, hogy Holt Király Palotája, Szász Ilona írta, és gyakorlatilag ez népmeséknek az ötvözete. Cigány népmesei elemeket is tartalmaz, és magyar népmesei elemeket is ötvöz. Az útkeresésről és a próbákról szól. Egy kicsit olyan aspektusból, hogy a nők, mint olyanok, milyen csábító erővel vírnak, és az egy szerelem, a választott szerelem, az mennyire erős, és mennyire kiállja ezeket a csábító próbákat. A főhős Barit szerelmét, Laimét ugyanis elrabolja a Holt Király. Barit sok viszonttagság ármány közepette indul a megmentésére, útja során megjárja a vizek mélyét, az ég magasságait, szárnak el a széllel, és számos állatkirállyal akad dolga. Küldetésében a gyerekek is segítik, hiszen interaktív mesejátékról van szó, amelynek bizonyos pontjain a nézők is bekapcsolódhatnak a mese alakításába. A gyerekek így locsogtak, mint a tenger, kopogtak, mint a kövek, és ciripeltek, mint a kabócák. Mindezt azért, hogy a szerelmesek újra egymásra találjanak.